a számítógépes tomográfia, azaz CT-szkenner röntgencsövének meghibásodása miatt nem dolgozott az elmúlt időszakban ez a szerkezet a Szabadkai Városi Kórházban. Fogyóalkatrészről van szó, amelyhez legalább 2 hónapos közbeszerzési eljárás után lehet hozzájutni, mondja az igazgató. Már beépítettük, a múlt héten ellenőrizték le a Vincsói Atomkutató Intézet szakemberei, akik azt mondták, hogy minden rendben van. Az elmúlt napokban elkezdték a sürgős esetek vizsgálatát, ám a CT-szkenner újbóli működtetését engedélyeztetni kell. A héten megkapjuk a szükséges engedélyt, azt követően pedig 2 váltásban végezzük az ellenőrzéseket, a várólisták is csökkennek. A Szabadkai Városi Kórházban már most arra figyelmeztetnek, hogy a szóban forgó CT-szkennert egy év múlva ismét szervizelni kellene. Bicsányi igazgató szerint az illetékes minisztérium a tartomány titkársággal már most megbeszélheti a közbeszerzés részleteit annak érdekében, hogy a jövőben ne történjenek a mostanihoz hasonló kiesések.